A gyászba már! Gyászba! De... Bö. A jó kis ilyen törvészetnek egy nagyobb patikája. Patikája. De úgy megcsinálni, Petty, úgy bizony, de hozzájuk is soproni. Soproni, de a... Ilyen csillagmárka unta. Na, de, van. Nagyban a törmészet patikája, de jó. Jó estét kívánok, dobri vecser, hogy bizony, de jó. Sziasztok, de. Nagyban. Rövid fölvétel. Hozzá egy kis só. Ilyen sója, de. A lényeg. Nagyon rövid. Körmészet patikája. Ez már áropartú való tyúkhúr. Tyúkhúr tyúkoknak a kedvenc eledelek semegéje. A tyúkoknak is, meg a bartosnak is. Ja. Fű. Magami pályán. És ez meg mész, csík a ház. Na. Hozzá jó kis sopra, nézi. Na, csinálj rá. Csapjunk a tehenek közé. Előre, de! Ez be. Hogy finom, nem. Kurva anyázban megint valahol elgett a pöktámat a szőműbege. Na minden faszomat belebeadják. Tegnap úgy hibár a zagyomány küldés, de csak személyesen egy Attila, de azt is Csatila Attila már csézésről sem akarok viszont. Tehát Attila nagyban, hogy személyes átvétele akar lejárt konzervekeket, böfötteket, ruhanömüket, nemű ruhákat, adni is mögjelölt ez az Attila budapesti utcákat. Én egyébként erre nekem se időm, se pízem, nincsen tisztölt Attila, hogy én fölmányok, hogy Budapesten megadtál 4-5 utcát, stb. Az se fingom nincsen egyébként, lila fingom. De a függöm sincs, hogy hol vannak az utcák, akkor legyen ez tártalan. Tehát, hogy csak személyes átvétel. Ez akkor nem fog menni. Tehát bukott mutatvány, de köszönöm egyébként a fölajánlást. De. Barta Máté. Szeretném kérdeni, hogy átvette a csomagot, amit önnek küldtem. Üdvözlete Barta Máté. Nem vettem át még, valószínűleg, hogy hónapra lesz így kordé kocogó taliga kerék, de amiben el tudom, hát bévitetem magam, és akkor föl lesz a postán véve. Bárdá! Már értesültem egyébként róla, hogy van csomag, mert már lett már nagyba telegrácsúba, de tehát van, tehát bizonyára, hogy a tiéd is ott van, két csomagról tudnak, de úgy bizony. Na, úgyhogy hónapra megnézhet, és de... Akkor a héten lesz csomagkinyitós. Csidejó is.
Kovács Bence ú! Néztem a válasz videót, a pénzről szó sem lehet, mert ugye arról volt szó, valamilyen nagyon kemény, lúfingatós pálinka tudna adni, küldeni a Bence ú. És én azt felajánlottam, hogy mert ugye piára meg szigre mindig legyen píz, hogy kifizetem neki. Hogy tesztüljen, mert állítok nagyon kemény anyag, ne légy hanyag. Azt írja, hogy ingyen elküldöm a maradék pálinkát, ez a minimum, amiért östenként mosolyts az orcánkra. Párom Dorina is nézi, ő is akar valami apróságot küzdeni, Töngermény 10 tőled. Gá, köszönöm akkor, természetesen egyébként nagyon megköszönöm, spasszi, de jaj, spasszi, jaj, 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 tehát akkor, gá, tesztelni fogom a kemény betyáros kerítés szaggatót, gá, jó, megköszönöm, ugyan. Közben gyűjtöm a vitaminokat, ugyan. Meg sör, S-vitamin, sör. Jó kis sopranyi, sopranyi. Jó, de... Köszönöm egyébként, szokott összeállni fogom. Kíváncsi vagyok, de... Meg még egyébként, majd mindjárt egyébként elmondom egyébként azt, hogy a tarkabarka tehén egyébként a réteg, hogy jambasz a tarkabarka tehén. A tőgyes tehén. No. Nagyon sokaknak, úgy én mondogattam, hogy ha kiselejtezett tévémasinájuk van, vagy rádió, tehát rádió, amit ki akarnak dobni, akkor nyugodtan, mert már régen ettem tévét is, meg rádiót. És az a csinálják, hogy tehát nagyon szívesen mostában gyűjtenek újra vitaminokat, nyernék tévéből is rádióból. Tehát megevése, és valamelyre. Mit az egyébként a földön túli Bartos Isten istenem, meg a földi Isten is? Máma! Olyan szerencseért, hogy mondta az egyik fickó, mert a kocsmába bekapta. Nem sokat teketóriázok a kocsmába, inkább itthon megiszom, mert egyébként ami most a kocsmákba megy, most itt ezekkel a választásokkal, stb. Ez egyszer egyébként a faszom ki van már, bazd meg. Nem, én hallgatok, mint a sír. És az a csinálják, hogy azt gondolja, meg már minden úgy egyébként léptel nyom, inkább akkor megveszem a piát, aztán hazadom. Jó, megittam két felest. Meg egy nagy fröccsöt kocsmába. Talán egyébként 5 percet, ha ott voltam. És az a lényeg, hogy már megint egyébként ezekkel a rohadt politikai dolgokkal bazd meg, és azt gondolja a ízé, a kisömber bazd meg, tehát ez a mulatságos és nevetséges, hogy neki van szavazati joga bazd meg. Na majd erről jobban kifejtem egyébként, így a véleményemet. Tehát azt gondolja a naív, a pupák nép, hogy néki van szavazati joga, stb. Na majd egyébként erről jobban kifejtem a választási szabad jogokról. Március 14-én egyébként jobban ráírek, mert akkor 15-én már nem kell mennem ugye dolgozni, tehát jobban ráírek, tehát nem kell főkenem. Hatkó? Na. Úgyhogy az az egésznek a jogam külföldtel egyébként területére, hogy nyomhet. Na és az a szülencseért, hogy mama
Vannak ott ilyen törzskuncsasszok. A kocsmában mindenhol vannak szerintem. De. És. Szólt, hogy az illető, hogy van tévé, rossz. Tehát bedöglött, bekrepált, befosott tévé. Annak egyébként, hogy lomtalanításkorú úgy is kitenni, de mivel mindig mondtam, hogy ha valakinek van, mindig elmondtam sokszor, akkor gondoljon rám. És az a lényeg, hogy mondta, hogy van, igen, az elvitelét mondtam, hogy megoldom. Tehát nem tudom, kérdeztem, hogy mekkoráról van szó. Azt mondta, hogy körülbelül ekkora. Azt mondta, hogy nem nagy, egy kicsi régi, olyan 20 évvel ezelőtti. Mondtam, de. És mondom, mi az ára? Azt mondta, hogy füzetek neki egy sört, aztán kész. Azt mondta, hogy úgy is, ő ki, tehát ki, ő az csilletől, kitenni egyébként úgy is, azt mondta, lomtalanításkor, azt mondta a személy. De mondtam neki, hogy véd. A múltkorjában egyébként, mikor az apámnál voltam a temetőben, ottan volt egy nagyon régi, úgy fájta a fogam rá, bazd meg, valami, tehát kibaszottú. És az egésznek a csinálja, hogy ezekkel, nem is tudom ez már mikor volt, télen valamikor. És mintem be, bazd meg a temetőbe, de nem kordéval voltam, hanem vonattal. Tehát, hogy vonat, tehát nem valaki bévit, hanem vonattal voltam. Lehet, hogy ez össze volt. Nem is tudom, valahogy így. Az a csinálj, láttam, hogy le van oda téve egy kurva régi, legalább 30 vagy 40 évvel az a békebeli, jó ízű, zamatos tévé. Rá is volt írva egyébként, hogy Orion. És bazd meg egyébként próbálgattam, mondom, elbírom, hát mondom, vonatta meg odáig, mondom, kicipűni, vagy mondom, szólok anyámnak, mondom, hogy őzőm, mondom, vigyem ki a vasútra, de mondom, a vonatom, meg mondom, hogyan megyek, hogyan szállok föl, mondom, egy ekkora tévével, mondom. Mert ez jó, egy az a régi téve. Masinája. Hát aztán, mondom, hát ott köllött hagynom, de mert az a csinálják, hogy a anyámnak mondtam, hogy mondom, akkor segítsen, akkor ugorjon be, már mondom, a kordéba, aztán mondom, vigyen, mondom, kifele. Azt mondta, nem, azt mondta, szemetet, azt mondja, ő nem visz ki. Meg azt mondta, hogy pláne úgy, hogy meg is leszem, azt mondta, így nem. Hát mondtam, gondoltam magamban, megmondtam is neki, hogy mondom, a kurva kújtorgatós, Huncut Máriás, hétszentséges, csecseribogyós, nagykabátos, kóchengeres faszát, mondom, az apádnak, mondom, de aki nekem az öregapám volt, mondjuk nem érdekes, anyai ágom, azt leszarom, de mondtam neki egyébként, hogy nem kész, na ne, ennyi volt, ott köllött hagynom, na, tehát ott is hagytam, de fájt a fogam, rája, hanem ilyen hiányzó fogam, na, most már nem lesz ilyen, mondtam neki egyébként, hogy a őzé kis tévé, azt én hazacipülöm, akkor nagyba a hónom alatt, bazd meg. Na, de egy ilyen dobos sört meg megér. Bartosista falatozgatások. Most pedig elköszönék, mert most is egyébként fogy az idő meg a böcsület. Szevasztok! És a faszabuckon beírt egy csávó, egy Lájos növezetű, majd arra akarok egyébként reagálni, de mondom, ez nem hónap, hanem szördán lesz. De úgy, mennyit akartam. Viszont látásra jó éjszakát, de úgy. Most meg majd befogok egy jó nagyőt.